Itt állok Sifivel és Rolanddal, akik rendszeresen páros edzést tartanak a Life 1-ben, de mi is az a páros edzés, és honnan indult? A páros edzés az gyakorlatilag egy ilyen saját testsúlyos mozgásformára épül, és leginkább ilyen, mondhatom úgy, hogy pulzusgyilkos, mert az intenzitást azt váltogatjuk, tehát egy alacsony intenzitású gyakorlat után következik inkább egy magasabb intenzitású gyakorlat, és ez gyakorlatilag ezt azért is találtuk ki, mert nekünk nem ilyen van időnk a közös edzésre, és mivel mind a ketten elég rohanó életet élünk, és ezért arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha az edzéseinket összehoznánk, és nem az edzőteremnek a két végében edzenénk, hanem megpróbálnánk ezt közösen tenni, úgyhogy egymást segítve és motiválva. Hogyan működik ez a páros edzés? Én általában áldozat vagyok, azt gondolom, de nagyon szeretjük. Igazából a minőségi időre megyünk, ugye mind a ketten, ahogy már említettem is, rohanunk, sietünk, alig van időnk mindenre. Ez az a pont, ahol azt gondolom, hogy ki tudjuk élni a versenyszellemünket, ugye én teljesen más területen dolgozom, mint a Timi, de így egy kicsit ez így összehoz minket, meg motivál egyértelműen. Ez egyébként egy nagyon jó ösztönző is, nem a pároknak, hogy akkor fogjanak össze, és együtt mozogjanak, és így is időt töltenek együtt. Egyébként ez mind a pároknak, és mind az olyan embereknek, akik csak szeretnek társaságban edzeni, fantasztikus élményt tud nyújtani, és nem csak azért, mert jó együtt edzeni, igen, jó együtt edzeni, mert nem az egyik a futópadon, a másik meg a konteremben van, hanem gyakorlatilag olyan gyakorlatokat próbálunk meg kialakítani, ahol valami kis kapcsolatot próbálunk meg létesíteni. Egyikünk az fekvőtámaszkodik, a másikunk a térdén triceps karhajítást csinál, tehát igazából így megpróbálok a gyakorlatokat összeötvözni és összekapcsolni valamilyen úton, módon. Ez egy kicsit ilyen motiváló is, igen, hibát tudunk egymásnak javítani, megtaláljuk egymásnak a gyengé pontjait, és azt tudjuk erősíteni, vagy fejleszteni, illetve javítani. Ez emellett nyilván, mivel motivációs szempontból is tökéletes, tehát ott a koordinációt, az állóképességét, a kondíciót is ugyanúgy tudjuk fejleszteni egymásnál, mivel látjuk, hogy mik a gyengébb és a hiányosabb részek, illetve rámegyünk azokra a pontokra, ami esetleg neki izomcsoportilag gyengébb, vagy nekem gyengébb. Na, mondunk egy-két példát, kinek mi a gyengesége? Egymásnak. Nekem minden, tehát a maga a mozgás kultúra. Hát azért van egy nagyon hosszú lába, neki a lába a gyengéje, nekem meg a korom a gyengém, tehát ő karban erős, én meg lábban. Kiegészítetek egymást. Abszolút, ugye én egy kicsit hosszabb vagyok, a Timi egy kicsit rövidebb, tehát amíg ő megcsinál kettőt, én nekem egyet sikerül. Jó, köszönjük szépen. Köszönjük szépen.